Sziasztok, ez itt a NEL magazin. Vendégünk a magyar Akela, az Uzipov, aki zúza pörköltet fog nekünk főzni. Srácok, idén 10 éves a zenekar, mégis 8 évig tartott, mire az első lemez kijött. Mi tartott 8 évig ebben az egészben. És mire vártatok eddig? Az első lemez anyagát azért hamar megírtuk, csak mire ugye felvettük, meg lett keverve, meg mit tudom én, neki lett fizetve. Szarakodási, ugye. Igen. Tehát az a helyzet, hogy elég sok lóvét beleáldoztunk az első lemezbe, és ezt meg kellett keresni. Tényleg, tehát hogyha most az lett volna, hogy bemegyünk a stúdióba, feljátsszuk, megkeverjük, és két hét alatt lezavarjuk, akkor annyi pénzt kellett volna letegyünk az asztalra, amit egyszerűen nem tudtunk volna megcsinálni. Egyszerre, igen. Tehát, hogy... Aztán csináltátok egy feldolgozási lemezt, amin két szőri és Pulák és két kis párdal szerepel. Miért pont tőlük választottatok dalokat? Ez így van. Felkérésre bírtuk mind a négy számot. A kispálokat volt 2014-ben a Fishing on Orfű Fesztiválon egy kispálnak. És ott az történt, ugye, hogy minden zenekart, akit fölkértek, megcsinált két kispál számot, és azt eljátszottak. Minden zenekart, aki szám. És erre írtuk azt, és ugyanígy történt a Szörny és Pulekkel is, hogy felkértek minket. 5 éves születésnapi buliuk volt. Ha már zúza pörköltet csinálunk, a Szörny és Pulekból a csirke, mit szól ehhez az egész hosszú? Le se szarom, hogy a csirke mit szól. De nem, a csirke a legnagyobb rajongó. Ja, az igaz, ne haragudjon, igen. A csirke feljött. Konkrétan amikor volt ez az 5 éves szülinap, amikor elnyomtuk ezt a két feldolgozás nótát, akkor a csirke csak a mi szettünkre felmászott a színpadra, és végig csirkészte a műsor. Van még egy feldolgozás számotok ezen kívül, amit Gangsta Zolinak csináltatok, és ezt így unblock kiadtatok egy egész lemez, amit a komplet munkásságotokat az elmúlt 10 évből, ami nemrég jelent meg. Miért gondoltátok, hogy összecsomagoljátok a sajátotokat a feldolgozásokkal? Fontosnak tartottuk, hogy az összes eddigi stúdió munkásságunk az fizikai formát is öltsön. Tehát az előző nagy lemezünk ugye megjelent szerzői kiadásban, és legyártottuk nem tudom hány példányban, és az elfogyott egyébként. Az 150 ezer, igen. És utána szerettük volna, hogyha ez az EP, amiben azért végül is elég sok energiát meg lóvét beleöltünk, ez is fizikai formát öltött volna, és ezért rápakoltuk az egész eddigi stúdióanyagainkat egy darab CD-re, ami most megjelent és most elérhető. A Bazaltkockák lemezről készítettek egy klipet a Kedvem véget ért című számhoz, amiben sokak gyerekkori rémelmet, egy bohócot szedtetek elő. Miért gondoltátok azt, hogy ez jó ötlet lesz? Ez nekem egy gyerekkori traumám, ez a bohóc ügy. Mindig is féltem gyerekkoromban a bohócoktól. Egyébként biztos nagyon aranyos bohócok vannak a világban. De az a furcsa az ember számára, ugye, hogy felöltenek egy olyan állarcot tulajdonképpen, ami mögött valószínűleg nem egy boldog ember foglal helyet. Ezt ugye így nem lehet nyilván megállapítani, de az egész egy gyanús szisztéma szerint működik. És tulajdonképpen a Gergő ezt jól megideologizálta ezt a dolgot, hogy mi a lényeg ennek a kliknek tulajdonképpen. A mindennapokban mindannyian ezt a bohóc állarcot ugye felöltjük, szépen próbálunk mosolyogni, vigyorogni, viselkedni, és közben belülről meg örlődünk, és megyünk tönkre, és tulajdonképpen ennek a kettősége adja a témáját a klipnek, illetve a szöveg az egy féltékenységi
jelenetről szól, leszbikusok között. Miért pont Zúza pörkölt? A kérdés jogos egyébként. Mi is erről beszélgetünk idefele jövet. Mit kéne főzni? Gyerekek, főzünk valami frappánsat, nem? De. Nem? Erre mondták a többiek, hogy ja, főzünk valami frappánsat. Uzipov? Zúzipov? És így összeraktuk a dolgot. Összeraktuk a dolgot? Nem? Végül? Nem. Végül mondom. Csak összeraktuk a dolgot, nem? Mondom. Szélsebességgel készültek egy új lemezre. Hogy ennyire felpörögtek a dolgok a 8 évhez képest? Kevesebb, mint 2 év alatt el fog készülni. Igen. Hát tulajdonképpen ebből a lemez anyagból már 4 számot elkészítettünk korábban, amikor a Gabi belépett a zenekarba. Nagyon szeretjük őt. És körülbelül olyan 1,5-2 éve van a zenekarban. Azonnal írtunk vele ugye 4 számot, azt föl is vettük ugyan stúdióba, de ezt most újra tervezzük venni, majd a nagy lemez kapcsán. Tehát, hogy de ezt nem úgy kell elképzelni, ezt úgy kell elképzelni, rendesen úgy kell elképzelni, hogy a Gabi lejött a meghallgatásra, és írtunk egy számot, ami rajta lesz a következő lemezen. Az események egy kicsit felgyorsultak, próbálunk egy kicsit gyorsabban dolgozni, mint a múltban, ami egy jó hír a zenekar táján, hogy most mi is pályáztunk a Cseh Tamás programba, és nyertünk 2 millió forintot, és ebből ugye meg tudjuk valósítani ezt az új nagylemezt, promóciót, mindenféle dolgot, ami ehhez kapcsolódik. Ezért áprilisban meg is fog jelenni valószínűleg a lemezünk, és egy lemezbemutatót is április közepére tervezünk. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy mind a konyhában, mind a zenekarban te viseled a kötényt, vagy nadrágot. Mi vagyunk gyerekek, ő az apuk. Nem, tulajdonképpen valamennyire igaz, de ami a fontos a zenekarban, hogy tehát valakinek mindenképpen kell hordani a nadrágot, hogy valakinek kell egy vezető szerepet betöltenie, de tulajdonképpen mindenről hárman döntünk, és ezt akár számírás, akár interjúzás, akármilyen dolgok történnek a zenekar körül, azt mind hárman döntjük el, és hogyha valakinek valami nem tetszik, akkor próbálunk úgy alakítani a dolgon, hogy ez rendbe jöjjön. És hát ugye ezek semmiért nem értenek, nyilván. Én meg, hát most mi a lóf, az mondja. Hát meg mi szoknyával jobban szeretünk. És ez nem, és tulajdonképpen itt kell azt elmondani, hogy ugye az a nagy szerencséje ennek a zenekarnak, hogy tulajdonképpen egy csomó mindent belül meg tudunk oldani. A Gergő alkalmazott grafikus, profi grafikus, az összes pólótervet, az összes plakáttervet, az összes faszon tervet. Hogy csak egyet mondjak. Ő csinálja meg, és hát videoklipeket meg mindent ugye meg tudunk oldani saját magunk. Egyelőre nyilván ez nem cél, mert nekünk a zenével kéne foglalkozni elsősorban, és nem ezekkel a hozadék dolgokkal. De mondjuk egy videoklipet megcsinálni, az nem jó nektek? Nem jó érzés kreativitásban ezzel foglalkozni? Tehát itt a hatalmas probléma az, hogy kialakult ez az egy személyes táb ügy, hogy az ember azt gondolja, hogy mindent magának kell megcsinálnia ahhoz, hogy az olyan legyen, amit ő szeretne. És tulajdonképpen ez valahol igaz is, de valahol meg hibás elképzelés is. Ezért van az, hogy ezt a kedvem véget ért klippet például már egy baráti team hozta össze, és itt kell megemlítsem azt, hogy tényleg ez a team ingyen dolgozott végig, és csak azért, hogy valami jót összehozhassunk, ezért alakul.
Jankai Krisztián volt az operatőr, Hajdú Andris volt a rendezője, Polgár András, Burzsa Gábor voltak az asszisztok, Bartalos Kriszti volt, aki engem megcsinált bohócnak. Szerintem azért azt el lehet mondani, hogy manapság a ilyen rockzenei berkeken belül azért a dolgok nagy része az így történik. Igen. Meg. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon sok múlik a baráti körön, a segítségen, az emberi kapcsolatokon és a többi.